Hetedik alkalommal rendezték meg a Magyar Bölcsödék napját a Klauzárházban, melyel karöltve idén először országos rendezvény keretén belül adták át 4 óvoda pedagógusnak az Akócsi Ágnesről elnevezett életműdíjat. A résztvevők szakemberektől hallgathattak előadásokat a 164 évvel ezelőtt alakult bölcsödei intézményhálózat fejlődéséről és a 20 éve fennálló Magyar Bölcsödék Egyesületének jövőbeli terveiről. A két kerületi gimnáziumból, a Budai Nagy Antal gimnáziumból és a Kempelen Farkas gimnáziumból összesen 130 diák ballagott el idén. Budafok Tétény önkormányzata idén először külön ajándékkal köszöntött minden végzőst, értékes Kultúra Erzsébet utalványt és egy a kerületet bemutató filmeket tartalmazó pendrive-ot személyesen adtak át a ballagóknak a kerület vezetői. Karsai Ferenc polgármester névre szóló levélben írt útravalót a diákoknak, melyben a többi között azt hangsúlyozta, hogy a gimnázium elvégzése és az érettségi a felnőtté válás mérföldköve. A kerület összes civil szervezete részt vett a május 30-án megrendezett civil szervezetek napján a Szálmanházban. Szepesfalvi Anna alpolgármester a civilek segítségét kérte a hatékonyabb együttműködés érdekében. Bogó Ágnes köszöntője után Bakos Miklós helyi vállalkozó tartott előadást, majd a jelenlévők rendkívül hasznos és hatékony kommunikációs tréningen vettek részt. A nap végére sok ötlettel és megoldásra váró feladattal lettek gazdagabbak a kerületi civil szervezetek képviselői. Idén először május 1-én a Klauzárház parkolójában és az épület udvarán majál is oszhattak a kerület lakói. A délelőtti báb előadás után az önkormányzat vezetői egy-egy szál virággal ajándékozták meg a gyerekeket, hogy azzal köszönthessék édesanyjukat anyák napján. Egész nap vidám ügyességi és népi játékok várták a gyerekeket, a színpadon pedig a Klauzárház művészeti csoportjai léptek fel. A nap sztár vendége Fenyő Miklós volt.